Most már több mint 10 éve kezdődött el ezek az egzotikus iránt, növények iránti érdeklődésem. Hát kaptam itt egy háznál egy citromfát Szentgálon, egy oltatlan citromfát, és akkor az volt az első darabja a gyűjteményünknek. Aztán utána pedig egy törpe banánnal, az aztán rákényszerített arra, hogy egy üvegházat építsen az ember, mert hát azért mégiscsak jobban érzi magát. Azóta viszont már megtanultuk a lakásba is tartani. Úgyhogy ez volt az első két növény. Aztán így bonyolódott a dolog, mert aztán külföldön jártunk valahol, akkor mindig hoztunk egy-két növényt, magot, akkor cseréltük, adtuk, vettük ezeket a növényeket, aztán így alakult ki a gyűjtemény. Mára már egy elég tekintélyes. Mocsári májva, vagy mocsári hibiszkusz, ezek májusban hajtanak ki tőről, és rá egy hajtánk is. És hol tanult meg nemesíteni? Hát ez, hát én csak ilyen bocsinálta kertész vagyok, szóval én sehol. Hát így, az ember így porozgatta őket, és aztán egyszer csak kijött, és akkor azóta már tudatosan is csinálgatom. De az nem olyan, az a jó, hogyha egyszer csak elkezdenek, mert ugye magról szaporítom őket, és akkor mindig megnézem, hogy na, milyenek lettek a kölykök. És akkor bukkant elő is ez is például a... És utólag aztán, utólag kezdtem el, nem mondom, hogyan lehetett, ugye levele az erre hasonlít, a porzója arra, aztán azért úgy nyomon ki lehetett deríteni, hogy ki volt az apuka. Szóval volt egy csomó növényem, amit óvtam üvegházba, ne süsse a nap, és az Úristennek nem mentek semmire, és ugye jártunk, mondom, Tájföldön tavaly, meg hát Jugoszláviába is, és akkor nem mondom, hát ezek ott vannak kint a tűző napon, semmi bajuk nincs, na gyerünk ki, kitettük a napra, és akkor rögtön elkezdtek virágozni. Addig meg soha nem virágoztak, csak szóval nem kell annyira félteni. Szóval az a jó, hogyha az ember hogy lelesi az eredeti élőhelyét, termőhelyét, és akkor azt próbálja utánozni. Itt nálam muszáj nekik alkalmazkodni, mert annyira nem tudom elkényeztetni, és azért ugye elég jó kapaszkodnak. Én mondtam, hogy azt is szoktam, hogy hát kapaszkodjanak ők is az életükért. Tessék, itt van ez a... Ez a... És jó illata is van. De most ez volt az egyetlen virága. Hát ez hossz, ott van, mi van még belőle, úgyhogy ha... Mi a neve? Golgota. De szép. Hát ebbe a virág szerkezetében ugye ilyen jámbor szerzetesek a Golgota jelképét próbál, vagy látták felfedezni, ott a különféle szimbólumokban, hát ez meg van ideologizálva. És most ez meddig fog így megmaradni, ha én ezt hazaviszem? Ez ma és holnap becsukol, mindenképpen. Azért is szedem le nyugodtan, mert ez csak egy napig virágzik. Egy napig virágzik. De minden naphoz rengeteget, hát rengeteg virágja van, és minden nap virágzik. Az életteret azért biztosítani kell. Könnyedén, lazán kell. Szóval nem kell túl... Például van egy ilyen betegség, hogy ez a túllápolás. Ezek a nagyon precíz asszonyok fordulnak, azokkal fordul elő, hogy ugye minden permetezik, tápoldatozzák, ide minden nap lekefélik a levelit, meg fényesítik, meg... Szóval azt gondolják, beszélgetnek nekik. Na jó, ez azt mondják, hogy van ebben valami, hogy ő leül, és akkor beszél a növényhez. És ezt egész komoly emberek is csinálják, szóval... Ön nem? Én nem. Berekednék, hogyha ennyi növénynek beszélni kéne. Nek mit jelentenek ezek a növények, vagy ezek a virágok? Hát nekem ezt jelent a szabadidő, minden időmet itt töltöm. Tehát reggel, ami nem a szakmába, az a növényekkel. Reggel, korán, amikor világosodik, késő estig. Mondjuk ez nyárra vonatkozik, télen, akkor, amikor bepakoljuk a növényeket, akkor van, hogy egy hónapig se menjek be. Egész télen tavaly háromszor mentem be a fóliába, mert akkor csak pusztulnak, szóval sárgulnak, potyog a levelük, tehát azt rossz nézni, inkább be sem megyek. De... A szakmája pedig arról még nem beszéltünk, azt mondta, hogy amit nem a szakmájában, azt hiszem, de állatorvos. Hogy pont a növények meg az állatok? Hát először voltak nekem ilyen fácán, vadkacsa, díszbaromfi. A növények azért türelmesebbek, azért ezt itt lehet hagyni. A családja az hogy fogadja ezt a hobbiát? Hát a gyerekek azok beleszülettek, azoknak különösebb nem jelent semmit. Egyelőre, majd lehet, hogy később visszaemlékezésükbe. De hát aki ebbe belenő, az azt veszi természetesnek, hogy na itt ilyen növények vannak. Hát a feleségem azt szereti a lakásba is, meg hát ő segít a növények értékesítésébe. Azt szoktam mondani, hogy én vagyok a kertész, ő meg a kereskedő, szóval... Van még valami nagy terve vagy álma? Hát egy szép nagy
üvegház lenne. De hát az hatalmas beruházás, az most egyelőre nem lehet szó.